Horváth Roland a Siófok Kft. Junior csapatának vezetőedzője mellettem. A mai mérkőzésen nagyszerű győzelmet arattatok. Hogy értékeled a mérkőzést? A mai mérkőzés folyamán nagyon jól küzdöttek a lányok, ezt kértem. Tudtam, hogy ez azért nem lesz egy hatalmas ellenfél számunkra, de a múltkori mérkőzésből kiindulva úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív volt az, amit a lányok már értek. Elég nagy gólkülönbséggel győztünk. Hétvégén fontos mérkőzésünk van, az MB2, amit szeretnénk is megnyerni, és meg is fogunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy jó erőpróba volt hétvége előtt. Ugye ezzel a mérkőzéssel véget ért az alapszakasz, a csapat a 8. helyen végzett, ezzel kiharcoltátok a jogot, hogy a 5., 8. helyért harcoljatok. Hogy értékeled az elmúlt fél évet, mi az, amit sikerült megvalósítani, és mi az, amiben úgy érzed, hogy elmaradtatok a várakozásoktól? Hát megmondom őszintén, Isten igazából, hogyha jó végig gondolom ezt a eddig elmúlt időszakot, akkor végülis azt beszéltük meg mi Kiszilárdal, hogy az első 8-ba szeretnénk ezt a csapatot, ami végül is sikerült is. Kicsit kétes érzéseim vannak, mert úgy gondolom, hogy ők azért ennél többre képesek. Itt elég sok minden közre játszik, nem tudunk annyit együtt edzeni. Ugye a felnőtt csapatnál is edzenek a lányok, aminek nagyon örülök. De összességében magának a 8. helynek, mert a 8. helyen zártuk, annak annyira nem örülök így most már, azt mondom, hogy sokkal előrébb is tartottunk volna. Voltak mérkőzések, amiket elrontottunk, voltak benne sérülések, amikor nem tudtunk olyan embereket használni, ami fontos lett volna számunkra, illetve a csapat számára. Úgyhogy végül is azt kell, hogy mondjam, hogy első 8-ban vagyunk, ez volt a kitűzött cél, ezt elértük, ennek örülök. Megyünk tovább, minél jó, előbb próbálunk végezni a rájátszásban. Ugye, ahogy most említetted, kezdődik a rájátszás. Fogsz esetleg bármit változtatni az eddigi felkészülési meneten, vagy pedig marad minden a régibe, és megpróbálod minél élesebb rájátszani a lányokat? Nem, változtatni már nem tudok ennyi időt, jövő héten már kezdődik a rájátszás, változtatni nem tudok. Annyit talán, hogy mindenféleképpen arra fogom őket ösztönözni, hogy minden mérkőzés ugyanolyan fontos, és minden mérkőzésen küzdeni, harcolni akarni kell. Ha már ezt ők megtanulják, és minden mérkőzéshez ki tudják vinni, akkor úgy gondolom, hogy már előre léptünk, és ez nagyon-nagyon fontos egy kézlabdázó sportolóval szemben.